Milyen egyszerű lehetett a korábbi évszázadokban? A középkorban például még nem bírságolták meg a lovagot, ha rossz helyre parkolt a lovával. Pedig közterület már akkor is volt. A király vagy a földesúr szigorúan megszabta, hol árulhatják portékájukat a kereskedők, hol nyithatnak műhelyt a csizmadiák, hol és milyen céllal gyülekezhetnek a közrendű és a szabad polgárok. A vár belső udvara és a piactér ugyanolyan közterület volt, mint ma a nyüzsgő nagyváros utcája. Csak épp nem volt annyi tiltótábla, mint manapság. A közterületfelügyelők hatósági ellenőrzést végeznek közterületen egyenruhában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a munkavégzésük során föl kell vállalniuk, hogy egy olyan munkaruhát viselnek, ami egyszer megkülönbözteti az állampolgároktól, egy hivatalos kinézetet biztosít a számukra, tudomásul kell venniük, hogy névkitűző táblát viselnek, jelvényt viselnek, ezzel gyakorlatilag kiválnak a tömegből. Ezzel a feladattal, tehát a hatósági ellenőrzéssel nekik minden nap olyan tevékenységet kell folytatni, melynek során szembesítik az állampolgárokat, hogy hol hibáznak, hol követtek el szabálysértést. Nagyon sok jogszabály határozza meg azt, hogy a felügyelő miben, milyen formában intézkedhet. Utcán a napi életben nagyon sok szabálytalanságot tapasztalunk. A legalapvetőbbek ugye a KRESZ szabálysértések. Itt a fő probléma az, hogy nagyon sok az autó és nagyon kevés a parkolóhely, ezért mindenki ott próbál parkolni, ahol helyet talál, nem ahol a jogszabályok megengedik. Aztán a kutyás szabálysértések, kutyával elkövetett környezetszennyezés, illetve köztisztasági szabálysértések, építkezések, az építési törmelékek tárolása közterületen, engedély nélküli árusok, ami idény jellegű, karácsony, egyéb nagyobb ünnepek, névnapok alkalmával ugye nagyon sok virágárus jelenik meg az utcákon, és hát még ezen kívül is van egy pár, de azok már inkább ilyen speciálisabb szabálysértések. Ha magánemberként megbírságolnak valakit, rossz néven veszi és szidja a köznyelvben csikkesnek csúfolt közterületfelügyelőket. De képzeljünk el egy nagyvárost össze-vissza parkoló autókkal, csomagjaikat gálánsan hátrahagyó emberekkel. Nem szép látvány, ugye? A közterületfelügyelők azon vannak, hogy minél kevesebb kényelmetlenséggel találkozzunk. A közterületfelügyelőknek egy 360 órás tanfolyamon kell részt venniük, ez gyakorlatilag 3 hónapot tesz ki az életükből. Ennek során 2 hetes gyakorlati képzésben is részesülnek, melyben a közterületen végzett munka gyakorlatát tanulják. Az elméleti képzésben a jogalkalmazást, magát a jogot, a rendeleteket tanulják meg, illetve az intézkedéshez szükséges ismereteket, pszichológiát, intézkedéslélektant, módszertant, hogy kell egy intézkedést úgy befejezni, hogy az hatékony és eredményes legyen. Szabálytalanság észlelésekor többféle teendő van. Legelső az, hogy megpróbálom megszüntetni a szabálysértést, illetve ha a szabálysértő a helyszínen tartózkodik, akkor felhívom a figyelmét a szabálysértés azonnali, illetve lehetőség szerint minél hamarabbi beszüntetésére. Ez lehet az például egy tiltott helyen való megállás, várakozás, és ha éppen ott az autós, megkérem, hogy haladjon tovább, hiszen nem az az elsődleges, hogy én megbüntessem. De például egy építkezésnél találunk olyan szabálytalanságot, hogy nincs engedély az utcán elhelyezett konténer kihelyezésére. Hát például egy délelőtti ellenőrzés folyamán délutánig adunk időt, és délután visszatérünk. A közterületfelügyelő fő feladata az ellenőrzés. Az utcákon, a tereken, a parkokban folytatott engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségét, illetve a közterület használatának jogszerűségét ellenőrzi. Szabálytalanság esetén figyelmeztetheti az elkövetőt, helyszíni bírságot állapít meg. Amennyiben bíróság elé kerül az ügy, a tárgyaláson is részt vesz. Egyenruhás és nem veszélytelen szakma. Talán ez lehet az oka annak, hogy a közterületfelügyelőt ritkán látjuk egyedül intézkedni. Mindig párban vannak. Hát a közterületfelügyelőnek megfelelő fizikai és pszichológiai állóképességgel kell rendelkezni. Fizikai állóképesség azért kell, mert munkáját közterületen, az időjárás viszontagságainak kitéve végzi. Hóban, sárban, esőben, melegben, hidegben ezeknek meg kell felelni, el kell tudni viselni őket nap mint nap. Pszichikai állóképesség pedig azért kell, mert sokszor találkoznak olyan emberekkel, akik nem igazán értek még, hogy mit kellene csinálni, azt hogyan kéne csinálni. Ezeket mind el kell tudni magyarázni, kell egy kicsit tanárnak lenni, egy kicsit pszichológusnak. A konfliktus helyzeteknek is többféle kategóriája van. A legegyszerűbb az, amikor csak szóbelileg, verbálisan szidalmaznak. Megpróbálom olyankor a tisztelt szabálysértőnek elmagyarázni a szabálysértés problémáját, hogy milyen szabályt sértett meg. Nekem nem az a célom, hogy én őt megbüntessem. Ha sikerül vele ezügyben megegyezésre jutni, már abból a szempontból, hogy befejezi a szabálysértést, akkor
van jogom eltekinteni a helyszíni bírságtól, tehát figyelmeztetés jogával is élhetek, ha nem, akkor esetlegesen ez elfajulhat olyan súlyos helyzetig is, amikor rendőri segítséget kell hívni, akár igazolás megtagadása, akár esetlegesen hivatalos személy elleni erőszak miatt. A felügyelő tollal tölti ki a szabálytalanság, például a tilos helyen vagy a járdán történő parkolás esetén a nyomtatványt. Ezen rögzítenie kell, hogy pontosan hol, mikor tapasztalta a szabálytalanságot és milyen intézkedést hozott. Magánál hordja fényképezőgépét, szolgálati mobiltelefonját is. Abban az esetben, ha támadás érné, előfordult már ilyen, használhatja könnygázszóró palackját is. De ennek igen szigorú szabályai vannak. Közterületfelügyelők munkarendje több fajta, gyakorlatilag vezényléses munkarendet követünk. Ebből adódik, hogy dolgozhatunk reggel 8 órától délután 4 óráig, de van folyamatos munkarendünk is, ahol gyakorlatilag 12 órás szolgálatot követik a pihenőidők. Ez azt jelenti, hogy akkor nappal 12 óra pihenés, éjszakai 12 óra után megint pihenés. Aki ezt a szakmát választja, készüljön föl arra, hogy nagyon jó beszélőkének lenni, hogy így mondjam, ilyen csúnyán. Tehát kommunikálni kell nap mint nap az emberekkel, akár úgy is, hogy megkérdezik, hogy hol található az XY busz megálló, az XY utca, akár úgy is, hogy el kell magyarázni, hogy én milyen alapon végzem a munkámat, hivatalos személy vagyok, mit tehetek, milyen szabálysértések vannak. Ezen kívül megfelelő fizikai állóképességgel kell rendelkezni, mert naponta esetleg több kilométert is kell gyalogolni. A probléma megoldó képességnek is legalább közepes szinten vagy a fölött kell lennie, mert hiszen sokszor van olyan szituáció, amikor nekem kell az utcán eldönteni, mint egy kihelyezett bíróságot rögtön azonnal, hogy milyen szankciót tudok alkalmazni a szabálysértéssel szemben. Nem kifejezetten irodai munka, bár az esetek összegzését itt végzik. A feladatok javarészét a szabadban, az utcán, a téren, az aluljárókban, a játszótereken kell tölteniük. Ez nyáron szép napsütésben még csábító is volna, de télen, hóban, sárban, jégben, fagyban is róni kell az utcát. És úgy kell óvni, védeni a közvagyont, hogy közben nagyon sokat kell talpalni. A közterületfelügyelőknél van lehetőség az erőrelépésre, szolgálati gyakorlattól és tehetségtől függ ez a dolog. Természetesen, hogyha valaki elvégez egy olyan iskolát, ami felsőfokú végzettséget biztosít egy szakmához kötődő tárgyban, például jogban vagy államigazgatási ismeretekben, akkor lehetőség van előrelépésre. Emellett szervezünk továbbképzéseket, természetesen az állomány figyelmét minden esetben a megváltozott jogszabályokra hívjuk föl, és próbáljuk az intézkedési metodikát még jobban elsajátítatni velük, hogy jobban tudják alkalmazni a közterületet. Azt szeretem a munkámban, hogy nem kell egy irodába egész nap bezárva lenni, ülő munkát végezni, hanem kint mozgok az utcán, szabad levegőn. Amikor az emberek odajönnek hozzám segítséget kérni, akár felvilágosítást, akár néha előfordul, hogy mentőt is kell hívni, és ezek után megköszönik munkámat, ez jó érzéssel tölt el. A munka folyamán elengedhetetlen a szabályszerűség, a higgadtság, a konfliktus tűrőképesség, a jó fizikai erő és állóképesség. Igen fontos, hogy a közterületfelügyelő jó csapatjátékos legyen, társaival jó kapcsolatot ápoljon, mert konfliktusok esetén egymásra vannak utalva. A jó indulat, a megértés, a kulturált, de mégis határozott fellépés azt az érzetet kelti az emberekben, hogy aki figyelmezteti őket, ért a szakmájához. A katonásan pattogó stílusú, szálkás viselkedésű felügyelő ne csodálkozzon azon, ha a szabálysértő sértegetni kezdi őt. A legfontosabb a tisztesség és a megvesztegethetetlenség. Aki korrekt módon, szakszerűen végzi munkáját, megbecsülésben lehet része. Nem csak a főnökei, de talán még a szabálytalankodók részéről is. A közterületfelügyelők besorolások alapján köztisztviselőnek minősülnek. Felügyelő az lehet, akinek középfokú végzettsége van. Az érettségi mellett esetenként elfogadják a szakiskolai végzettséget is. A felügyelői munka körbetöltéséhez szakvizsgát kell tenni. Az ezt megelőző tanfolyam 32 órás, ami általában 4 napot vesz igénybe. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb besorolási osztályba kerülnek.